Szevasztok, üdv mindenkinek, Sebestyén Imre vagyok. Esik kint az eső, így nem tudok dolgozni. Ezért hát úgy döntöttem, hogy eljünk egy kis szellemvadászatra. Legalábbis a hihetelem szerint itt szellemek élnek. Szerintem ez nem más, mint egy csövestanya és graffitisek helye. Na de meglátjuk, szétnézzük, mi van itt. Azt találkozunk egy szellemre, leboxoljuk, ennyi. Először is itt egy helység. Hát, azon kívül, hogy tele van húgyózva, meg össze van firkálva, semmi extra. Nem hinném, hogy itt szellemek vannak. Aztán másik oldalt ugyanaz. Semmi extra. Komolyan neki ugrana valami nagy démon. Hogy többszintes az épület, most vagyunk a földszinten. De menjünk minden feljebb. Úgy látom valaki ide kulát. Itt a lépcsőház. Egyébként ez lesz a helyszíne a lépcsőzés challenge-nek. Írta nekem egy-két srác, hogy de tudok-e kézen járni lépcsőn. Szóval, hát tudjátok, én januárban kezdtem el edzeni, akkor azóta kezdem gyakorolgatni ezt a kézenállást, járást. Hát nem tudom, lehet egy hatalmas zakó lesz a végül, hát azért korlát sem, itt fejlesik az ember. De akkor összetöri magát, mint az állat. Úgyhogy már meglátjuk, mi lesz, hogy körbejárjuk az épületet, aztán megpróbálok lejönni kézen a lépcsőn, nem tudom, meddig fog sikerülni, vagy hány lépcsőn fogok tudok jönni. Lehet, hogy egyből halál. Az a baj, hogy hát törött üvegek, ilyesmi. Fasza lesz. Na jó, itt vagyunk a második szinten. Hát ugyanaz egyébként, ez valami régi laktanya lehetett. Na, folytatjuk az utunkat, ez a második szint, ahogy mondtam már. Graffitik a falon. Semmi extra még mindig. Egyébként két lépcsőház van az épület, de ott is föl lehet venni, meg itt is. Menjünk tovább fölfelé. Na, úgy látszik, hogy ez a legfelső szint a legrendezettebb. Már valaki elég készült, valami graffitit fog készíteni, úgy látom. Le van festve a fal. Na, ez itt egy egész jó kis graffiti, nézzétek meg. Valami nyulat ábrázol, fogalmam sincs egyébként. Na mindegy, szellemekkel nem találkoztunk. Valahogy sejtettem, azt nézzétek. Na, úgy látom, vannak ide, járnak ide művészlél lelkek is. Na szóval, felveszem a kesztyűmet, mivel hát láttátok üvegek, pisi, kaki, van itt minden. És megpróbálok a lépcsőn lemenni kézzel járásban, vagy kézen állásban, vagy nem tudom.
kamerával mutassuk meg a mélységet. Gyere ide a szélére. Hát azért innen lehet zakózni elég rendesen. Szinte menj le oda, és akkor onnan szemből vegyél engem. Fordítva le is, mi ez? Hát szerintem neki lett kőzök. Ekkora hülyeséget! Kicsit be vagyok szarva. Tehát muszáj megcsinálnom. Lesz, ami lesz. Esetleg itt meghalnék. Köszönöm, hogy eddig megnéztetek és követtetek. Baszki, ez nagyon magas. Basszus, jöjjön, te ló! Nyomd már ki ott a végét. Na, újra kezdjük, mert pont elkezdett csörögni az a telefon. Ki lett volna más a főnök, hogy dolgozunk-e. Hát, mondom, nem esik az eső. Na, úgyhogy... újra próbáljuk. Úgyhogy újra kell kezdenem, de már egy szintet lejöttem, úgyhogy innen folytatom tovább. Na jó, hát, srácok, úgy látszik, ez még nem vagyok elég jó, nem tudok lejönni a lépcsőházba kézen. Elmondom azt, hogy fogom gyakorolni, de hát így első nekifutásra ennyi lett. Azon kívül ez a kis videó is ennyi lett volna. Kicsit szomorú vagyok, azt hiszem lejövök simán. Na mindegy, köszönöm, hogy megnéztetek, és Sebestyén Imre voltam, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot. De az úgy lesz.